Csá népek! Polákmentes szervereket kívánok! Hoztam egy csatát a Shrekkel, azaz SHPTK TVP-vel, a pálya Ghost Town, Tier 7 védekezés módba. Na, hát én eljövök a bal oldalra, itt fogok lövöldözni egy kicsikét. Nézzük is, hogy miről fog szólni a történet. Egyetlen egy köcsög van a csatába, penge, az E25 meg a Spitz megy előre. Nagyon fasza, én meg megyek supportkodni. Be is töltöttem a repeszt, mert szerencsére repesz az nagyon jól üt, majd kitételezem. Ennyire üt jól, hogy csak egy 382-et vertem bele a Type 62-ben. 448-nál töltünk újra, és nézzük is. AP a standard lőszerünk, 270-es pen, 250-es alfa, a goldunk az heat, 330-as pen, 250-es alfa, és itt van ugyebár a jóképű repeszünknek 100 millis átütése van, és 420-as alfája. És egész jókat lehet vele puffogtatni. Na, áttöltöttem ismét repeszre. Hát, ha jön az RHM. Jönni fog, csak éppenséggel lesz itt velette más is. De egy kis speedboost, hogy odaérjek az E25-ös mellé. Igen, megint lőszert variálok, ami ugyebár nem olyan nagy probléma, mert egész gyorsan betöltünk. Ezt elmutattam. És közben csináltunk egy instant szakaszt, meghívtak. Na mindegy. Jön az RHM. Elrontom a lövést. Pedig általában pontos ez az ágyú. És már közben fogja, és egy zászlós mód foglalnak. Hát most ez probléma lesz, 142 eléggé gyehennát lőttem bele repesszel. Jön az RHM, és most viszont meg fogja kapni majd a jóképű repeszt a fiú. De persze ki is lesz exportolva. 3-9 fog gyorsan és bombáztam a srácot. 7-2-re megyünk. Ki lettem spotolva, és tolok vissza, amennyire lehet. Na, akkor igazából már van egy killem. 1151 damage. 45 TP fönn a domtető, viszont itt van az SMVC 67, arra kicsit ráfordulok, mert áthaladóban fog majd kapni egyet tőlem. A fiú itt jön is a csávó. Hello, Leo. 234, gáz, ez se baj. A Skoda az épp hogy csak ki fog jönni, nem foglalkozik, viszont elrontom a lövést. Adtam neki egy sárga trekket. Most viszont kapott egy rendes trekket, viszont fel is rakta gyorsa. Trekkét a srác, hogy sokáig nem maradt úgy. Renegédre innen nem látok rá. 9-5. T-44, van ott minden. Hát igen, az ott nem nyert. És a Basing-et sem értem meg, hogy mit kódolog itt kin, már minimál HP-val, hát én simán bementem volna a városba, de hát ez egy kis maszek véleményem. Tudjuk, hogy sok a hülye. Na jó, hát akkor menjünk tovább. A Basing az innen akar sniperkedni. Rendben. Csak szerintem az a tank az nem alkalmas a sniperkedésre. Futok tovább, mert kéne valami fogást keresnem. Itt van a T-41 is, de éppen hogy lemaradok róla. De viszont van egy renegéd is. Hello, öreg! Ő nem tudom, mit akart itt kint. Kapott egy 223-at a srác. Most megadtam neki egy trekket, viszont ki vagyok spotolva, hogy futok elfele. Mint a mérgezett egér. 1873 damage-ra feldagadtam. És majd akkor próbálok innen már rálátni valamire. Nagyjából, végig futom az egész mappot. A renegéd visszament a városba, gáz. Viszont itt azt hiszem elrontom majd a lövést, valamelyen itt lesz az. Ott volt a T-44, elrontom. Kapott egy sárga valamit, egy trekket. És akkor ott ment még el a renegéd is. Ez megint nem maradtam róla. Na de se baj. Ott megy a Skoda. Elrontom. Sokat lövöldözünk mellé, ez van. Jön a renegéd viszont, nem tudja, hogy mi van. A két gunmarkos csákót elküldtem a faszba. De szerencsére nekik már nincsen klikkerjük, úgyhogy mehetünk tovább. Már ben vannak csak a városba. És akkor rájuk fordulok, mert már ezzel nem nagyon tudok másfele menni, flankelgetni. A Skodáért benézek. Állítólag itt volt utoljára, de közben kiderült, hogy ben van a sarokban majd. Jön az jön is az E25. Fel is sportolja nekem. A szegény E25 hatalmas lövéseket tankol a Skodától. Én nem tudtam bele akkorát, hogy mit szerettem volna. Viszont mivel tölt a Skoda, így neki mindegy volt. Mert neki már mindegy volt. 3 kill-re feldagadtam, 2316 damage, és még a T-44-be bírok egyet lőni a magyarba. A mazsikában még bírtam lőni egyet, úgyhogy feldagadtam 4 kill-re, 2525 damage-ra. Hát igazából nem bántam meg, hogy megvettem ezt a Shrekket, mert marha jó kis sniper cucc, gyorsan tölt, mondjuk azt, hogy pontosak is vagyunk, és a repesze az igencsak nagyon zsiletteket tud ütni az ilyen vékony szarokba, klikker, RHM,
Lightok nagyon frankó, én szeretem mind igazi kis sniper TD-t, megvannak mondjuk neki a hátránya, nekem legjobban azt jelzik be, nem is az, hogy papír, mert aki játszott Scorpióval, RHM-mel, Kanos Jägerrel, az tudja, hogy milyen, hanem az, hogy nagyon-nagyon szar az ágyú lehajlásunk. Szám szerint most nem tudom nektek megmondani, de majd megmondom valamikor, de talán 6 fok. Eléggé nehezen lehet kinézni a domboknál. Hát ez benne van a papír TD-zésbe. De attól függetlenül ezt a gépet én szeretem. Csá népek!